nem a kedvenc ellenfeléhez látogat a Paks, és akkor még finoman fogalmaztunk, hiszen Molvidi FC Paks találkozót rendeznek az OTP Bank Liga második fordulójában. Vendégként soha nem tudott itt még nyerni a zöld-fehér együttes, döntetlen erre is csak a legelső találkozón futotta. Itt van a videóton összeállítása, ami a Kisvárda elleni múlt heti mérkőzéshez képest kettő helyen változott. Kikerült Hadzsics, és kikerült Márkos Csepovics, helyettük ezúttal Nikolov és Stefán Csepovics fog kezdeni. Ebben a szezonban először kezd, tehát az idősebbik Csepovics a Vidiben. Ami pedig a paksiakat illeti, pontosan ugyanaz a kezdő, amelyik 3-1-es vereséget szenvedett Mezőkövesden az elmúlt fordulóban, ismét Nagy Gergely áll a kapuban. Itt most annyi változás történt, hogy nincs itt a kispadon Kővári Róbert, aki a múlt héten csereként állt be, viszont ugyanazok lépnek pályára a kezdő sípszótól, Csertői Aurél pedig továbbra is eltiltását tölti, úgyhogy helyette Németh Zoltán irányít majd. Barta laposan vissza, szép játék, szabó helyzetben, a visszagurított labda nem tökéletes, de Barta is tudott lőni még a végén. Nem sokkal ment mellé. Simon Ádám átíveli a bal oldalra, Szabó megint nagyon üresen érkezik. Becsúszol még maga elé, tudja tenni a labdát, a beadásra viszont már nem sikerült túl jóra. Kovácsik kiejti és gól a vége. Mekkora hiba a Vidi kapusától. Vezet a Paks a 22. percben. Itt Szabó gyönyörűen éri még el a labdát. Ez a beadás finoman szóval sem tökéletes. Kovácsik elesik felugrás közben, megzavarta, hogy gyakorlatilag beesett elé Papp Kristóf. Barta rárugja Négóra, de nem pattan ki oldalra, úgyhogy Szabónak még figyelnie kell hátul. Még Kovácsba rúgja bele, Lázovics próbálta meg visszaszerezni a labdát Gévai mellett, mehet tovább. Kovács az lövőhelyzet, beteszi középre és kimarad az ittszer. Nem emelte a zászlaját a partjelző, úgyhogy ezek szerint Stefan Csepovics nem volt lesen középen. Itt Kovács okosan teszi be közép, és valóban nem volt lesen, mert Lenzsér beragadt. Közben ott jön a videóton akció a bal oldalon. Tomás lövése pattan meg, és gól. Nikolov örül, de nem vagyok benne biztos, hogy ő ért hozzá utoljára. Könnyen lehet, hogy ez is egy Paksi gól. Na, lássuk még egyszer. Valóban Simon Ádám lábáról pattan be a kapuba. Erőből beteszi Tomás. Két tagú a sorfal, Bertus és Barta, ezúttal Lazovics fut át a labda mögött, vagy fölött, és így veszélyesebb a beadás Négó fejjel. Nikolov. Tomás. Már nézi a beadás lehetőségét, és oda is kanyarítja a labdát Stefan Csepovicshoz. Négó ellövi fölé. Megpróbálta onnan is a francia játékos. Ez egy nagy passz, Haraszti mehet. Barta lemaradt a földön, de Haraszti még viheti tovább a labdát. Haraszti beközépre, Szabó tud fejelni. De az a kérdés, hogy kiért hozzá utoljára ő. Mert ott komoly fejpárbajt vívtak Juhásszal. Nikolov azért nagy lendülettel üldözte Harasztit, aki még csak át tudta nyesni a túloldalra. Négo. Lazovics. Kovács. Beteszi középre, veszélyesen Pátkai. Kovács kétszer is benéz középre. El is jut oda a labda. Simon zár vissza, Kulcsár pedig lemaradt Pátkairól. Hát még mindig. Aztán a második Vidi játékos menet is eltolja, na most fújja le. A játékvezető megvárta, hogy hova kerül a labda. Vidi játékoshoz került, úgyhogy utólag fújja vissza a szabadrúgást a paksiaknak. Közben pedig ott volt egy helyzet, mert elaludnak a videóton védői. Ott a beívelt labda, és Papp tudott fejelni, egy óriási kellett védeni Kovácsiknak. Üresen fejelhetett a paksi játékos, és most is ott van a helyzet, ezúttal Lenzsér érkezett a rövid saroknál. Vági megcsúsztatja, Horváth pedig még megpróbálja elérni a vonal előtt, és sikerül is neki Fiolával a nyakán. Sőt, nem megy ki a labda ezúttal sem. Horváth teszi be, és Juhásznak kell középen nagyon figyelnie. Ráadásul kap egy szabadrugás kifelé a videóton, mert hál lökte Juhász Rolandot.
Nagy szerencsével maradt a labda ott Horváth előtt. Közben pedig Csepovics helyzetben más. Csepovics beteszi középre, Sós elől a mentén, aztán a kipattanó pedig fölé vágja Huszti.